A labdarúgó Magyar Kupa országos főtáblájának első körében az elmúlt héten már lejátszottak 13 mérkőzést. A megyebeli csapatok közül a Rakamaz lépett pályára és 2-0-ás vereséget szenvedett az NB1-es Mezőkövestől. A szerdai játéknapon 51 találkozót rendeznek. Az NB3 keleti csoportjában jelenleg 13. helyen álló Nyírbátor a Pest megyei bajnokságban második Tura VSK otthonában lép pályára. A bajnokságban mostanában nem megy túl jól a bátoriaknak, akik a kupában szeretnének visszatalálni a helyes útra. Ez a mérkőzés ez most nagyon sok szempontból fontos nekünk. Ugye hétvégén egy nagyon fontos bajnoki vár ránk majd hazai pályán a 60 ellen. 3 vereség után vagyunk. Nagyon fontos most egy hétközi siker, hogy kijöjjön a társaság ebből a negatív szériából. Már most azokat sem merik megcsinálni a játékosok, amiket eddig megtudtak. Úgyhogy ugye az eltiltott játékosok már most visszajöttek. Volodymyr Kornyucsak már tudott játszani Barcikán, rajta nagyon látszott a meccshiány. Úgyhogy bízom benne, hogy ez a meccs arra is jó lesz, hogy az eddig kevesebbet játszók, vagy akik eltiltás miatt hagytak ki meccseket, újra játékba lendüljenek a hétvégi bajnoki előtt. A Nyírbátorral szemben a Balkánynak jól megy a bajnokságban. Mirgai László együttese 5 győzelemmel és 1 döntetlennel az első helyen áll a megyei első osztály tabelláján. A Balkányiak szerdán 15 órai kezdettel az NB3 középcsoportjában második helyen álló Budafokot fogadják. Minden meccsüket sikerült megszereznem, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon erős csapat, kötelező az NB2-be feljutni nekik. Bruckner Laci rengeteg NB1-es játékost igazolt, hát ha csak azt mondom, hogy a kezdő 11-ből 10 NB1-be futballozott, akkor ezzel mindent elmondtam. Én azt gondolom, hogy dühöngő pályánkon, ahol nem lehet kiszámítani a labda pattanását, kellemetlen lesz nekik ez a pálya. Mi pedig ezen edzünk, úgyhogy megszoktuk, és remélem, hogy ezzel meg tudjuk őket lepni, és hát bízom benne, hogy sokan ki fognak jönni a mérkőzésre. A megyebeli csapatok közül még a Baktalórántháza játszik hazai környezetben, Illés László csapat a 15 órától az NB2-es Cigánd ellen lép pályára. A Nyíregyháza Spartakusz a Fejér megyében illovas Iváncsi otthonába látogat, a Kisvárra pedig az NB3-as Hódmezővásárhely vendége lesz.